Nem én kiáltok, a föld übörög, vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán, lapulj a források tiszta fenekére, simulj az üveglapba, rejtőzz a gyémántok mögé, kövek alatt a bogarak közé, ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben, te szegény, szegény. Friss záporokkal szivárogj a földbe, hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Légy egy fűszálon a picél, s nagyobb leszel a világ tengelyénél. Ó, gépek, madarak, lombok, csillagok, meddő anyánk, gyerekért könyörök. Barátom, drága szerelmes barátom, akár borzalmas, akár nagyszerű, nem én kiáltok, a föld dübörög. Nem ti kussoltok. Nem ti kussoltok. Befogják a szátokat. Örülsz? Örülj, kiózanult a sátán. Lakni húzódj le az olajkutakba, lapulj az internet mélyére, rejtőzz a reklámok fénye mögé, metróalagútban a vezeték alá, terjeszd magad a kidobott kenyérben, te, a minimálbérre bejelentett. Savas esőkkel szivárogj a kőbe, hiába fürödsz a tükörben, még önmagad se láthatod. Legyél a repülőturbinába pottyant madár, és a gép talán másfelé halad. Ó, gének, gyógyszerek, mérgek, műholdak! Zokogó unokánk épp abortuszra megy, idegen, olcsó, közönyös, haver, ha kell, akár tök mindegy, akár egy jó pletyka, nem ti kussoltok, befogják a szátokat. Hölgyeim és uraim, mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. Vörös István verseskötetének, új verseskötetének a bemutatóján. Én Weiner Senyei Tibor vagyok, költő, a Drót főszerkesztője, filológus, kezdő méhész, és az a megtiszteltetésért, hogy egy költő, egy másik magyar költő arra kért, hogy mutassam, vagy segítsek neki bemutatni az új verses kötetét. Egy hete kért meg erre István. Mondtam, hogy én ez nagyon kevés ez az idő, meg egy csomó mindent be kell fejeznem, úgyhogy még beteleltetni a méheket. Szóval, hogy nem biztos, hogy a végére fogok érni a kötetnek, meg hogy nem biztos, hogy el fogom tudni helyezni ezt a könyvet a költő életművében, és nem biztos, hogy el tudom helyezni majd a kortárs magyar irodalom palettáján, meg hasonlók, és azt mondta, hogy jó lesz. Úgyhogy ezt a bizalmat szeretném azzal megköszönni, hogy végigolvastam a kötetet, elég sok verset kiválasztottam, néhányat kiválasztottam arra, hogy remélve, hogy majd István felolvassa itt, néhányat arra, hogy kicsit beszélgessünk róla. Pár interjúból is említenék egy-két dolgot, és hát elhoztam az alapanyagot is, vagy hogy mondjam, tehát hogy József Attila szelleme is itt azért, mint ahogy az előbb hallották, meg lesz idézve, vagy már meg van idézve. És ugye mi történik ebben a kötetben? Valami nagyon különös dolog történik, már a címlapon is látunk egy félreérthetetlen József Attila profilt, és egy félreérthetetlen Vörös István profilt, egymás mellett ellenkező irányba nézve, a rajz már sokat sejtett. Tehát így azzal kéne kezdenem szerintem, hogy miért éppen Attila. Tehát, hogy miért éppen József Attila? Hát én elég vad költészet vámpír vagyok egyébként, tehát mások, ha csak ő, de vannak mások is, de ilyen mennyiségben így tulajdonképpen szinte a fontos versekből minden átírva, egy-kettő végül is nincs benne a könyvben különböző okból, fontos versek átiratából, például, hogy megjelent más könyvben,
vagy más könyvben akarom megjelentetni. Szóval, hogy de József Attila nagyon fontos nekem, és azt gondolom, hogy a magyar irodalomnak általában, és újra fontos, tehát, hogy egy darabig arról szólt a magyar költészet, mondjuk ugye a 60-as években, hogy most már le kell szakadni a József Attila követésről, és most már meg is történt ez, most újra egész másképp már hozzá lehet nyúlni, lehet közeledni hozzá, de hát nyilván én egész másképp is közeledek, mint azok, akik még a egy-két nemzedékkel utána, tehát hogy ők a stílusából mást, nekem is egyébként annyira változott a képem, tehát amikor gimnazistaként a kitűnő szöveggyűjteményben először úgy végigolvastam a nagy József Attila verseket, nekem szerencsém volt, hogy a Veres Andrásék által csinált irodalomkönyvekből tanulhattam, és elképesztő jó válogatás volt, és nagyon nagy erővel ütött a képisége is például. Néha zavart ez a társadalomtudományos szavakat, marxista terminológiákat elővevő beszéd akkor a 80-as években. Most ez már egyáltalán nem zavar, mert sokkal inkább egyrészt látom, hogy párhuzamosan mások is csináltak hasonló dolgokat a világban, Gottfried Benttől Odenig, egy csomó költőnél hasonló dolgok vannak, és például ebből a tekintetben is most sokkal inkább folytathatónak érzem azt, amit akkor kevésbé szerettem József Attilában, de nem akartam akkor se különösebben bírálni, mert annyi jelentős nagy mű volt, hogy az minden szempontból meggyőző természetesen. Szóval, hogy most egy picit már érdemes újra elővenni, újra és újra elővenni persze. Tehát tulajdonképpen ezért, és aztán egyszer csak beindul egy folyamat, tehát hogy nem is lehet mindig tudatosan megmagyarázni. Egyszer csak rájöttem, hogy most végig fogok menni az összes fontos versen, amit még nem írtam át, nem tettem teljesen a sajátommá, nem váltam ezáltal magam is, hát ilyen szinten József Attilával, mint a borító. Tehát ő teljesen, nem vagyok őrült, tehát csak poétikailag gondoltam ezt, bár sikkes dolog egyébként irodalmárként őrültnek lenni. Volt is, mikor egy cseh író mondta nekem, hogy te biztos, hogy elég jó író vagy, mert nem tűnsz eléggé őrültnek. Mondtam neki, hogy te sem. Ez nagyon elszomorította. De pedig elég jó író. Na, tehát, hogy elindult ez a folyamat, és akkor már nem volt megállás. Jó napot kívánok! Hogy akkor már mindent akartam, és aztán a könyv végleges alakjának elnyerésekor viszont hagytam ki verseket, mint ahogy arra az előbb is céloztam már. Igen, tehát ez volt az első kérdésem önmagam fele is, hogy miért éppen József Attila, és utána az, hogy miért éppen én, hogy miért éppen engem kért meg az István, mert két hete találkoztunk Pécs, vagy nem, egy hónapja talán Pécsen, középiskolásoknak beszéltünk költészetről, irodalomról Ugi Szabinával, és előtte talán találkoztunk párszor ilyen könyvhéten, vagy ilyesmi, de én igazából nagyon nem szeretem József Attila verseit, és nem is a költészetét értem, és talán nem is a verseit nem szeretem, meg tudom pontosan megfogalmazni, hanem azt, ami lett József Attila, amit csináltak belőle. És az a, különösen azt a pózt nem szeretem, amit aztán költő barátaim, társaim, ismerőseim, idősebbek és fiatalabbak egyaránt előszeretettel vesznek fel ebbe ez a szenvedőim, mert hogy minthogyha József Attila valami olyasmit fejezett volna ki a nagy magyar népléleknek, hogy mondjak ilyen nagyokat, hogy nem szeret az anyám, szar a világ, szar nem értenek meg, és mindenki ebbe hirtelen behelyezkedik, persze ezt ő gyönyörűen mondja a verseibe, imádom, ahogy leírja, de hogy ezzel ilyen nagyon könnyen lehet kapcsolódni. És itt történik valami ezzel az egész József Attila
sztereotíp képpel, amit most elmondtam. Nem tudom, hogy jól látom, mert te hogy látod? Hát József Attilát nem látod jól természetesen. Valóban nem ismerjük egymást annyira, hogy nem beszélgettünk annyit, hogy például, ha kiderült volna, hogy ennyire nem szereted József Attilát, nem tudom, hogy megmertelek volna-e kérni, de lehet, hogy annál jobb. Lehet, hogy annál jobb, mert semmiképpen nem kapom akkor meg az ájultiszteletnek azt nézett, hogy hogy mertél hozzányúlni a szent szakrális költőmhöz. Tehát ilyen értelemben ezzel sincs baj. Én szerintem, tehát, hogy a 20. században sok jobb költő van, mint József Attila, de ő a legnagyobb, vagy nem tudom, hogy hogyan írjam ezt körül. Vannak, aki Adira esküszik, én mindig a József Attila táborban voltam, de talán azért, mert Pilinszky felől jövök, és ugye a Kései József Attila és a Korolai Pilinszky az elég erősen találkozik. És én egyébként a Kései Pilinszky felől, tehát hogy az volt, ami először megérintett, tehát így lépésekbe mentem vissza, és tényleg időben is a József Attilával való találkozás így jött, hogy akkor már a korai Pilinszkyvel is megbarátkoztam, annak ellenére nem voltak annyira első ránézésre újszerűek és merészek a versei, mint a Késeiek, de megbarátkoztam vele, és hát most ugye egész más szemléletet képviselve így, mint a nemzedék társai, akik mindig fanyalogtak a Kései Pilinszkyre, de az még egy következő könyv lesz. Most vissza József Attilához. Szóval egyébként ezt a ilyen vers, séma, sztereotípiáktól való iszonyodat azt értem. Én amikor elkezdtem írni, akkor úgy kezdtem hozzá, hogy csak anyaverset és szerelmes verset ne. Mert hogy azt már annyira unom. De tulajdonképpen ezek a legnehezebbek, éppen azért, mert annyi van belőlük. Ugye Rilke is a Levelek egy ifjú költőnekben azt írja ennek a szerencsétlen kapusnak, hogy ne írjon szerelmes verset, mert az nagyon nehéz. De hát ő neki aztán kiderült, hogy semmi nem is ment olyan különösebben. De hogy persze, tehát hogy... István, csak egy kicsit provokálok, szurkálok, szóval nem... És pontosítani szeretnék, tehát nem József Attilát nem szeretem, mert nem is ismertem, tehát ugye szegény sajnos, hanem azt a képet, ami József Attilából lett a magyar költészetben és a magyar költők között. És ez nagyon érdekes, hogy szerintem erről azért ő is tehet, és itt egy ennek a képnek az újraírásával találkoztam. És nem csak József Attilát láttam meg benne, tehát nem csak egy ilyen palimpszest lesz a József Attila lírából, hogyha majd olvassák ezt a kötetet, és remélem, hogy végigolvassák. Én az elejétől a végéig olvastam végig, nem úgy, ahogy általában verses köteteket szoktam, hogy össze-vissza, hanem az elejétől a végéig, és egy egész komoly párhuzamos dimenzió vagy világok nyíltak ki előttem. Egyrészt a József Attila versek újraértelmezését láttam, másrészt a Vörös István gép újabb recsegését és ropogását és éneklését. És szóval rögtön erősen nyit ez a kötet, nyissuk csak ki azért ezt a kötetet. A túlvilág dúdolása. Ha valakinek, nem tudom, a Kozmosz éneke jut eszébe, akkor lehet, hogy téved, lehet, hogy nem. Nem, persze. Hát azon a helyen is van, ugye 20 vagy 19 évesen írta József Attila, abban az iszonyatos, görcsös akarásban, hogy megmutassa, hogy már most mindent meg tud csinálni, és mi a legnehezebb? A szonett koszorú. És akkor ő megcsinálja, és ráadásul a szonett koszorút is úgy csinálta meg, hogy a szonettet is a lehető legszigorúbban, tehát hogy az oktávákon végig csak két rímet görgetve, tehát hogy nagyon-nagyon komolyan és szigorúan vette, és tényleg, tehát hogy tényleg be is ugrott, tehát hogy ott már azért, tehát hogyha itt nem veszi észre valaki, hogy ez egy elképesztő
Nem szeretem a szót használni, hogy tehetség, mert itt már rég túl vagyunk azon, hogy elképesztő tehetség. Itt már megvalósulás van. A tehetség tulajdonképpen nem érdekes, az egy ígéret. Nem kell nagy tehetség, csak nagy művek kellenek. Szóval... Igen, de az a József Attila, és itt meg egy Vörös István kötetben. Igen, tehát, hogy ez egy nagyon finoman, és csak pár sorban, tehát, hogy itt kapcsolódik József Attilának ehhez a korai verséhez, ami... Vel én még egyet csavartam a dolgon, hogy kitaláltam egy új szonetkoszorút formát, ahol két mester szonet van, nem egy. Mégpedig úgy, hogy a kilencedik sor a következő versben az ötödik sorban ismétlődik, és ezeket ugyanúgy össze lehet a végén olvasni egy szonetté, mint a hagyományos szonetkoszorúnak azt, hogy az első sorokat összeolvasva összeáll egy szonetkoszorú, és ugye ott is van az, hogy az utolsó sor mindig a következő szonett első sora. Tehát, hogy ilyen módon a szonetkoszorú, a mesterszonet minden sora háromszor szerepel a versben, és ez állt elő itt a kilencedik és ötödik sorok között vándorló soroknál is. Csak az volt a probléma, hogy ezt közbe találtam ki, tehát, hogy ugye úgy ír az ember szonetkoszorút, hogy először megírja a mesterszonettet, és aztán minden sorpár közé ír egy szonettet. Mivel közbe találtam ki, akkor össze kellett kapni magam, hogy tehát, hogy a második, harmadiknál jöttem rá, hogy hát ezt így ismétlem, és újra így ismétlem, akkor ebből is bizony kéne egy mesterszonettet, amit árnyékszonett névre hallgat, mesterszonettet írni, és hogyha meg így van, akkor gyorsan megnéztem, azért szabálytalan a rímelése ennek, aztán utána, hogy ezt rendbe tegyem, írtam még egy szonetkoszorút, ahol már eleve, az nincs benne ebben a könyvben, mert annak már ilyen értelemben nincs köze József Attilához, ahol már eleve a két mesterszonettel indítottam, és akkor mind a kettő szabályos, az is megjelent, ez mind a kettő 17 nyarán született, de hát egy szonetkoszorú azért olyan egy-másfél hónap munka, tehát valahogy úgy, és akkor valahogy 17 végén az Alföldben az a másik szonetkoszorú is megjelent. Jó, nem kell ennyire részletesen szerintem mindig elmondani, mert nem fogok a bocsánat, végére érni, erre nagyon büszke vagyok, mert a József Attilából az egyik, ami a legjobban inspirál, az, hogy ugye forma teremtő költő, tehát nem csak fölhasznál, ugye itt azzal kezdte, hogy szonetkoszorút írt, de aztán egy csomó formát kitalál, ami közkeletű formává vált, ugye a legismertebb a születésnapomra, mint versforma, már mert azt ma már magára adó magyar költő nem teheti meg, megteheti, de többnyire nem teszi meg, hogy ne írjon ő is abban a szintén nagyon nehéz formában egy verset, mint egy bizonyítva, hogy én is meg tudom csinálni. Tehát, hogy kitalált egy formát, és itt most én is kitaláltam, legalábbis csiszoltam valamit, még nehezebbé tettem a szonetkoszorút. Nagyon erős ez a nyitás ebbe a kötetbe, ezzel a szonetkoszorúval. Én olyan sorokat olvastam belőle, olyan strófákat be is jelöltem magamnak, de most ezeket nem mondom, amiket már régen nem éreztem így kortárs költészetbe. És utána a harmadik vers a kötetbe, ez a Nem ti kussoltok, a címadó vers, amit az előbb felolvastunk a legelején, a József Attila Nem én kiáltokkal együtt, és rögtön utána van egy 1964. szeptember 20-a című, gondolom, hogy önéletrajzi ékletésű, mert hogy ez a születésnapod. Hát igen, ez arra a József Attila verserén, mert hogy 1905. április 11, vagy csak április 11 a címe, annak azt hiszem, igen, április 11, 1905 nélkül. És itt már a mélyébe is vagyunk a kötetnek, és elkezdődik ez a nagyon különös párhuzamos dimenzióknak az egymásra nyílása, amit én nagyon szépnek láttam ebben a kötetben, megmondom őszintén, és így meg is érintett. És olyan, nem tudom, nekem olyan dolgok tetszettek ebben a versben, hogy például ez a strófa, hogy bár nem ér igazából egy-egy vers szokott kiemelni egy versből, de nekem ez tetszett, hogy elmélyít a sok szag és íz, most elvisznek és lefürdetnek, az élménytől bömbölni sem bírsz, mint játékot pólyába tesznek. És
hogy egy csecsemőnek, a saját csecsemő létednek, vagy születésednek az élményét így leírod ebben a strófában, és ez mindegyikünkkel így van, hogy az első, tudom, egy-két évben, hogy nem a miénk az akarat, ezt írod le ebben a versben, hanem hogy a szüleid akarata teljesül be rajtad keresztül. Nekem ez nagyon tetszett, és tetszett az, ahogy folyamatosan tartod ezt a párhuzamosságot a József Attila versekkel együtt. Nekem ez volt ezzel a verssel kapcsolatban az olvasatom, és az, hogy így elkezdtél így beengedni a saját kis világodba, amiről mondjuk beszéltél anno a Acsai Roland, hogy kicsit hazabeszéljek, még 2016-ban, amikor 50 éves voltál, készített a Drótra egy kis rövid interjút veled, és ott is ilyeneket mondtál, hogy a Roland kérdésére, hogy mi a fontosabb számodra, az élet vagy az irodalom, és akkor azt mondtad, hogy az élet, de a legtöményebb élet az irodalom. És az írás olyan sűrű, forró élet, mint egy kosár izzó töredék a napból. Ezt most is így gondolod? Így, jó, hogy mondtad, hogy ne, én mondtam, mert nem biztos, hogy emlékeztem volna, de tetszik, egyetértek. Igen, nekem ez nagyon-nagyon tetszett, és itt ebben a versben ezt kezdtem el érezni, hogy ez nem csak egy költői játék ez a kötet, hogy úgy mondjam, tehát nem csak egy átköltés, egy József Attila újraírás, ha úgy tetszik, hanem itt valami nagyobb tét is lehet, hogy lesz ebben a kötetben, és ez még csak a 20. oldal, úgyhogy kicsit ráhajtok. És nagyon tetszett az Egy nagyon bölcskő oroszlány című vers, pláne mert a Hajós utcában laktam 7 évig, és ugye itt nagyon gyorsan felrakod azt a hátteret, amiből jössz, azt a költői hátteret, legalábbis én ilyet éreztem. A Félvezető című vers, ami ezután jön, próbáljátok megjegyezni a címeket. Abban van egy mondat, hogy leplezd le végre önmagad. És hogy te hogy érzed, szerinted te leleplezted magad ebben a kötetben? Vagy volt-e valami leleplezési szándék? Vagy mindig leleplezed magad? Mindig vagy soha. Tehát, hogy igazából persze... Ez itt egy vers, és részben ugye a Bevezető című József Attila vers ellenpontozása is, tehát hogy én egyáltalán nem vagyok a vallomásos költészet szerelmese, tehát hogy nem magamat akarom leleplezni igazából, hanem sokkal inkább azt szeretném, hogy az olvasó saját magát értse meg olvasás közben, ne engem, mert ilyen értelemben én nem vagyok érdekes magamnak, persze igen, és én nyilván magamat értem meg írás közben, de hogyha más engem ért meg olvasás közben, és nem magát, akkor mégsem egész jól csináltam a dolgot, aminek a veszélye persze ott van mindig. Ja, csak hogy beleraksz a versekbe, vagy beleraktál a versekbe egy csomó önéletrajzi elemet is. Az ezután jövő vers, ez az István Judit Ágnes, ahol nemzet Vörös István, gépészmérnök, aki az esővizet tisztán élvezi, ha ez igaz, megszült Szacker Jutka, 80 éves lesz idén, jókedvének titka, hogy nem gazdag, nem szegény, és folytatódik tovább ez a vers. Hogy azért így benne van, nem csak József Attila, hanem te is nagyon ebben a kötetben. Miért? Hát azért az ismert anyaggal érdemes dolgozni, tehát viszonylag jól ismerem magamat, például tudom, hogy ki az anyám, tehát hogy ilyen értelemben. De mondom, nem tartom... olyan értelemben kimagaslóan érdekesnek magamat, hogy engem kéne megismerni. Tehát, hogy ezek versek, és hogyha a versbe belefér, és a versben valahogy az működik, akkor bármi magamról, de itt egy csomó olyan kijelentés van egyes szám első szemében, amit nem örülnék, hogyha rám vonatkoztatnának. Ugyanakkor vannak nagyon szubjektívek, tehát, hogy ezt nehéz lenne letagadni, hogy tényleg... így hívják a szüleimet, így hívják a feleségemet, és ők azok, és nem is akarom letagadni, de tehát, hogy ahogy hozza, és hát ilyen értelemben egy kaland lesz az olvasónak, hogy akkor most mikor, mit talál meg, de itt is nyilván
Az a jó, hogy akkor ő is elgondolja, hogy, mert én is ugye Nemzet József Áron írta József Attila, és akkor engem meg nem József Áron Nemzet, hanem Vörös István, ugye ugyanúgy hívták az apámat. Tehát, hogy, és az illető meg erre a iszonyatos ráébredésre el fog jutni, hogy őnek itt hogy hívják az apját, amit néha nem árt emlékeztetni magunkat. És szóval, hogy ez az érzés lett túl rá a versek olvasása közben rajtam, és hogy ez a csávó, ez a Vörös István, ez nem akarja megúszni ezt a dolgot. Tehát nem egyszerű irodalmi játékkal van dolgom, és aztán a Népszava interjúban beszéltél is ezekről a versekről, vagy nem tudom, hogy ez a vers köztük volt-e, amit szeretném, hogyha felolvasnál, bár egy kicsit hosszúnak tűnik, de nem olyan hosszú, érdemes meghallgatni. Mondd, mit szól az. Hányadik? Megvan. 38. oldal. Akkor olvasom. Mondd, mit szól az. Mondd, mit szól az a sorsvesztéshez, aki gettóba születik, előjogot nem sokat élvez, és kinevetik titkait. Gúnytárgya lesz a névadása, a bőrszíne, az elvei, míg a tévének van adása, azt önfeledten élvezi. Mondd, mit szól az a sorsvesztéshez, akinek nincs már otthona, és kedvese az új vezérhez, kit támogat pár katona, és jog helyett az ő parancsuk szervezi meg az életet, hogy ide jöjjön, mégse hagyjuk, a segítségből baj lehet. Mondd, mit szól az a sorsvesztéshez, kit migránsnak becéznek itt, kik segíteni szeretnének, szöges dróton át nézhetik, ha azt kérdezik, hol van Isten, mindig, ahol egy gyereket bántalmaznak, és a szégyent önmagadban kikérdezed. Mondd, mit szól az a sorsvesztéshez, ki nem is sejti, hogy uszít, vastag bőre engem feszélyez, a hangja is idegesít, ki azért zuhan butaságba, hogy ne tudja, mit is csinál, de sejti közben, mi az ábra, egykedvűen manipulál. Mondd, mit szól az a sorsvesztéshez, ki ápolóként dolgozik, lelkébe fúr a gyilkos féreg, még önmagával is szakít, és jobb bérért, jobb fizetségért másik országba települ, a munkából kiveszi részét, őszülni kezd 40 körül. Mondd, mit szól az a sorsvesztéshez, ki szívesen tanítana, a gyerek szóba beleérez és ragyog nyugodt mosolya, de az igazgató behívja, olyan tanácsot ad neki, lemondását rögtön megírja, otthon fiát felképeli. Mondd, mit szól az a sorsvesztéshez, ki angol egyetemre megy, a nagyvilághoz kedvet érez, mert ott is egy az egyszer egy, de az autók fordítva járnak, nem néz körül és elütik, bifsztek szaga van a halálnak. Szemétbe dobják dolgait. Mondd, mit szól az a sorsvesztéshez, kinek más pénze a nevén, rabszolgaság vagy szenvedélyez? Egyik se nagy főnyeremény. Ha másképp fordul a világ majd, átjátszhatja. Leültetik, tűri, de akkor sem csinál bajt, hiszen voltak szép évei. Mondd, mit szól az a sorsvesztéshez, ki más verséből csipeget, mert önmagából rég lelépett, nem latolgat esélyeket, 100 év múlva ember se lesz már. Reméli, hogy ez tévedés, feje fölött poros a könyvtár, nincs jövőkép, nincs átverés. Ezt én egy nagyon jó versnek tartottam, és tartom most is, és azt éreztem, hogy itt az a József Attila jön vissza, akit szeretek. Aki a társadalmi egyenlőtlenség és igazságtalanságot egy versben úgy elénk tudja tárni, ami éppen történik, hogy szíven üt, hogy megráz, hogy... És hogy pont ezt az Attilát hozod vissza, ezt a József Attilát, az meglepett egy kicsit. Mondom, nekem is...
ez új arca, vagy ismertem, de korábban mást szerettem benne kamaszként, és szerintem ez most nagyon aktuális, és éppen ezért lehet újra elővenni, és kell magát, József Attilát is újra elővenni, mert elképesztően aktuális ez a radikális szembenézés azzal, ami körülötte van. És amit meg kell tenni most is. Jó, szerintem is. A 8,5, most arról nem beszél, mert úgyis majd elolvassátok, és hogyha a 7. jut eszetekbe, akkor a 7. te magad légy. Most több mindent átugrok. Közben egy csomó minden eszembe jutott, meg olyan érdekes volt, hogy olvastam az elmúlt héten ezt a kötetet, és volt vers, amit többször is, és közben, az még az előző vershez kapcsolódik, hogy közben meg láttam a BBC-n, vagy hallgattam a BBC-n, ami a belorusz határon történik, és én nekem is így eszembe jutott, hogy vajon mit lehet erről mondani, vagy hogyan lehet erről beszélni. És még anno, amikor a szíriai háború volt, és Aleppót bombázták rongyá, akkor írtam egy verset Aleppó címmel, ezt lefordították több nyelvre is, és akkor megkaptam én is, hogy migránssimogató vagyok. Ebben a versben azt írtam, hogy ezeket a sírokat, a tömegsírokat az együttérzés hiánya temeti be. Csak így mondom, hogy... Igen, simogatni nem bűn. Ja. Tehát, hogy rugni, ütni, lőni, gyilkolni, az bűn. Ja. Ez a két tudat című vers, ami még egy kicsit így visszakapcsol minket a József Attilához, és megint csak egy ezt bejelöltem, hogy ezt is, igen. És itt csak, és ezt többször csinálod a kötetben, hogy csak pár strófát dolgozol át egy-egy versből. De itt a két tudat, ugye az eredeti így hangzik, felolvashatom? Vagy nem tudom, ez is eredeti, szóval a két eredeti egymás mellett. Nem ugyan próbálok helyes szavakat használni. Az ember végül homokos, szomorú, vízes síkra él. Szétnéz merengve és okos fejével biccent nem remél. Én is így próbálok, csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ezüstös fejszesuhanás játszik a nyárfa levelém. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szeliden, és nézik a csillagok. Két tudat. Az ember végül betonos, mohától síkos kőre lép, tapogat, talpa otthonos a létezésben, bár cseléd. Én is így indultam, csapás-csapás után támadt nekem, motoros fűrész ugatás fut a diófa idegen. Egy sámli árnyán ül színem, az arcom sápatag marad, a félelmem kivetítem, és testet ölt egy pillanat. A versek beszélnek magukért szerintem. Ezután, a vers után van egy másik vers, az Európa köldökén, és ebben olyan sorok vannak, most csak párat akarok így, nagyon szép hosszú vers, kit úgy használ a hatalom, mint esőt, vagy pusztuljon más jólétemért, ez a siker. És ezek egy rengeteg, több ilyen is van, hogy az égre dőlt rozsdás állványzatok, az űrszemét hajunkból is potyog. Ezek olyan kis képek, mondatok, amik nekem nagyon-nagyon tetszett, és van egy zenekarunk, a Hanyatló Nyugat, ez a nevünk, és valahogy ez a Hanyatló Nyugatot juttatta az eszembe.
Nem tudom, szerinted hanyatlik a nyugat? Iszonyúan. Iszonyúan. Annyira, hogy tényleg néha azt mondom, hogy meg kéne állítani és oda menni. Igen, mikor volt ez a szlogen, hogy állítsuk meg Brüsszelt, akkor én nem csak hogy megállítanám, minél közelebb hozni szerettem volna, különös tekintettel a belga csokira például. Tehát, hogy az abszolút szinten van a belga csoki, a belga sör is. Igen, igen. Hát igen. Aztán, jó, most ezt így zárójelben tettük. De a Föleszmélés című versben, de ki az az én, aki lát, de ki az az én, aki látott? Van ez a két sor, és több helyen a kötetben van, tehát arra, amit mondtál a legelején, hogy nem vagy te egy kicsit túl normális ahhoz, hogy költő. Én szerintem itt ebben a kötetben azért egy ilyen enyhe, skizoid, valami furcsaság így elindul, mint hogyha... De lehet, hogy valami szakértőt kéne megkérdezned. Van a közönség soraiban. Igen. Hát, ha nem is azzal fogsz majd bevonulni, hogy te vagy Bonaparte Napóleon, de hogy József Attila, tehát, hogy így... Akkor van ezt egy, nem én rajzoltam. Van egy másik vers, ami szintén ezt a társadalomkritika, vagy nem akarom ezt így mondani, de hogy ez a vers olyan, amit már így én is láttam, vagy tapasztaltam, és nem tudtam ilyen jól elmondani. Az a címe, hogy Lakópark. Ennek a versnek van. Lenne kedved felolvasni? Abszolút. Olvastad, megdolgoztatlak, ne arra, hogy a kötet bemutatom. Nem baj, köszönöm. Egyúttal van egy ilyen találós kérdés, hogy nem lesz nehéz, hogy melyik József Attilára versre annak adok egy kötetet. De csak az első kitaláló. Ja, még azt sem tudom, hogy megvan beszélve, hogy vannak példányok, igen. Lakópark. Mint egy tányér rossz kutyakaja, mint méreg drágán vettek, úgy került ez a párház oda, ahol nem védettek a ritka fák és rózsatövek, a föld lebetonozva. Itt még növény se lehet öreg. Nem viszed sokra, ha nem ismered a mélygarást, jól tudja, merre szálljon egy csapongó drón hoz változást. Akkor a lábnyom marad meg itt a lakók után, elfér alatta egy sír, mibe sok kihaló faj jut, ám mindent mégsem bír. Egy pár tuját lenget a homály, bagoly nem lakhat benne, állj meg a ház előtt és dudálj, nézz az éterbe. Onnan zuhan ki az őrület elszáradt virágcsokra, egy babysittert rémület hajt a balkonra. Monitort kapcsolnak, hogy legyen kilátás arra innen, hol virtuális a félelem és csoda nincsen. Mert minden az, ha úgy akarod. Mert semmi az, ha másképp. Falból potyognak az adatok, a folytatásért lábadra tekeredik a drót, a vacsora sztéék és bor, csak a házvezetőnőt szapuld, ha kosz van néhol. Itt úgy kell a rend, a tisztaság, mintha lenne lakója ő a háznak, bérlő a világ, s te az adója, s ahogy letisztul az unalom, megérti, hogy itt nem szó, nem ige a legfőbb hatalom, csak annak látszó dünnyögés vezet a célhoz, és érzelmi ikonoknak jut hely, csak nekik jut felmentés, azok forognak. Ábra vele jelez, ha nyomaszt, földnek, esőnek, napnak jelenléte, mindegyik pimasz, soha se hagynak el, egy kicsit kacsint, másik, mosolyog, ilyenek adódnak, jel, zavaros kicsit, nem komoly nyoma a szónak. Hallgatom a gépező falut, rosszul leírt levél megy arra, hol a széles égi út csillagot érez, és ott az űrből bőven kijut a lassú szenvedélynek, mint a közöny, mint himlő kiüt, a foltok néznek. Nem alszanak a szűk teraszok, a házak közti rések, a húzatban zöld fény kavarog, én mögé lépek. Sajnos kár volt, hogy ezt a verset azért olvastuk föl, mert állj meg a ház előtt és dudálj, ezt rögtön meg is csinálták itt az autók nekünk.
engem teljesen belezavart, tehát a felétől már nem nagyon értettem, mit olvasok, elnézést. Majd elolvashatják otthon ezt a verset még egyszer érdemes, ez egy nagyon összetett szöveg, aki tudja... Ja, várjál, adtam egy feladványt, ne felejtsük el meg. Nem jó? Hogy? Az se? Nem. Jó, akkor megmaradt a könyv, de azért majd adok. Ez a falu című vers. Mint egy tányér krumplipaprikás gőzöl a rakott palács, falucska, ugye ez volt a kutyakaja indítókép. Nagyon jó vers egyébként, kevésbé. A Veres Andrásék beválogatták egyébként abba a tankönyvi szöveggyűjteménybe. Szerintem remek vers. Most tehát a postmodern szonett is szerintem nagyon erős. A halál után nem először mondom, minden van, csak a semmi nincsen. Ez szerintem nagyon jó két sor. A legyél okos, nekem az is tetszett. Most a bűntelen, most egy csomó verset kihagyok, de hát majd elolvassák otthon. Vizet. Előbb az Éva azt mondta, hogy a levegő című vers átiratta, vagy nem is tudom. Eszmélet. Igen, hát egyébként más József Attila versekre se nehéz asszociálni, és jogos az is, de konkrétan nem annak volt az átirata, igen. Ez viszont a vizet kérdés, ez a levegőtnek az átirata, nem? Igen, itt egész pontosan szétszedtem, és három külön versre bontottam, amit egybe is lehet olvasni, ugye a levegőt, és akkor a négy őselem alapján úgy lett szétbontva, hogy földet, tüzet és vizet és kérdőjellel, tehát hogy ez a levegőtnek az egyharmada. Van kedved felolvasni, ezt nem jelöltem be, hogy felolvas, de... Akkor nem. Mindegy, tehát itt egy ilyen ökopoétikával találkozunk, divatos kifejezéssel, valami ilyesmi történik itt egy Vörös István versben, hogyha jól érzékelem. De javíts ki, hogyha tévedek. Nem, abszolút. A minap, vagy kérdezték is kedves tanítványaim, hogy mikor órán is rászaladok ilyen témákra, hogy miért nem írja ezt meg tanár úr versbe? Mondom, azért már van egy-kettő. Tehát. Ez egy érdekes metszet egyébként a kettőnk dolgaiba. Majd uh-huh. Erre külön beszélgetünk erről. Hát igen, tehát az egy nagyon nagy kérdés, ugye, hogy tehet-e valamit az egyén egy olyan helyzetbe, amikor egy ilyen globális krízissel néz szembe. Ha az egyén nem tehetne semmit, akkor reménytelen lenne. De az egyén tette ezt, ami van. Sok egyén csinált valamit. Sok egyén elfogadta. Most bármikor egyének elkezdhetnek más csinálni, és mások követhetik, egyetérthetnek, és mindig lehet változtatni, kivéve akkor, amikor már 200 fok lesz az átlag hőmérséklet, és megsültünk, akkor már nem lehet változtatni, de addig még mindig az egyénnek szerintem nagy felelőssége van. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a multicégeknek nincs sokkal nagyobb felelőssége, és ha valaki megeszik egy szelet marhahúst, akkor lelki furdalásra van, hogy ez nagyon káros, mert a marháknak a szellentése teszi tönkre a légkört, és amikor ránéz az ember ilyen gyárakra, amikből így ömlik ki tényleg a szennyezőanyag, és így belegondolok a marhákba. Szóval, hogy azért hazugság az van mindenhol. Én egyébként támogatom a vegetarianizmust, nem arról van szó, de konkrétan azért ezzel is tesz az ember, hogyha nem eszik marhahús, de ennél szerintem többet is tehet az egyén. És te költőként úgy látod, hogy magyar költőként 2021-ben úgy látod, hogy tehetsz valamit ezzel a mondjuk ki globális klímaváltozással, krízissel szemben, ami mindannyiunkat érint, mert
itt ezeket a húrokat pedzegeted itt-ott. Hát egyébként azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy erről nem szabad lemondani, hogy bízunk abban, hogy tehetünk valamit, és hogy amikor teszünk valamit, az tett is. Lehet, hogy ugye nagyon sok kis tettet teszünk mi, tesz mindenki, és azoknak egy jó részének nem sok következménye, vagy semmi következménye nincs, de aztán váratlanul valamelyik beüthet. Tehát, hogyha nincsenek kis tettek, akkor nincs nagy tett se, és nem következik semmi. Tehát, hogy igenis kell csinálni, és igenis azt gondolom, hogy az irodalom akár a világot is meg tudja változtatni. Mondok egy példát, szerintem Petőfi Sándornak a Nemzeti Dala nélkül a magyar akkori forradalom és szabadságharc lendülete felelet volna, és körülbelül ugyanúgy leverték volna az egészet már őszre, vagy legkésőbb télre, mint az összes többi ilyen forradalmat akkor, és ha az nincs, akkor nem vív ki egy olyan tekintét Magyarország akkor 48-49-be, ami egy darabig azért elég, már ezt már rég eljátszottuk persze, de egy fél évszázadon keresztül ez megvolt. Mellesleg Petőfinek is lett tekintélye, és az, hogy Nietzsche fordított Petőfit, azért most belegondolva, hogy Petri Györgyöt mikor fordított Derrida. Tehát azért vannak ilyen versek, tehát ilyen a himnusz is, ami ugyanennek a, hát nem tudom, tehát azért az komoly elemzés tárgya lehet, meg azt hiszem, hogy vannak is ilyen elemzések, ami arról szól, hogy az úgynevezett magyar néplélekre milyen hatással van a magyar himnusz. És én egyszer újraírtam úgy a magyar himnuszt, ahogy te a József Attila verseket, és egy szilveszteri mulatság során felolvastam, átírtam. Ahogy hozzányúltam egy másik költő egyik verséhez is, nagyon hasonló módon, ahogy azt te tetted, de nem ilyen jó vers lett, mint a te verseid, csak egy, az a címe, hogy gyalogult az éjszakába. Uh-huh. Milyen kerek ma a nap, a fény milyen hangos ének, milyen boldog vagyok én ma, milyen kerek ma a nap. Minden egész újra rakva, minden láng az éghez lobban, minden szerelem készre koppan, minden egész újra rakva. Fut velem egy szép folyó, utána, mintha csobogás szállna, félig sem csönd és nem is lárma, fut velem egy szép folyó. Jó az a vers, szerintem. Mondanom se kell, hogy mindegyikben találkozunk. Van nekem is himnusz átiratom, és ez is megvan. Igen. Mert hogy úgy csak azért nem mondom, hogy erre hármat írtam, hogy nehogy úgy legyen, hogy szegény Tibort mindenképpen überelni akarom, de most már mondtam, tehát mégis leégtem. Nem, hanem hogy úgy éreztem, hogy ott valami eltörött tényleg, és hogy ez az a, nyilván ebből az is kiderül, hogy Adihoz jobban, vagy inkább vonzódtam meg az ő költészetéhez, mint a József Attilához, Berzsenyihez még inkább, de most ez egy másik téma, hogy valami törés van a magyar lirában, amivel így dolgozni kell, amit így elő kell venni. Ezt akkor mind a ketten éreztük szerintem, és hogy a himnusszal kapcsolatban is, csak azzal nem nehéz, de hogy mert ugye mi történik a himnuszban, tehát azért látjuk. Most nem akarom elmenni Kölcsei felé, mert akkor inkább maradjunk ennél a kötetnél, bocsánat, de hogy ebben az interjúban is mondtad, itt vannak előttem azok a fontos idézetek, amiket mondtál, hogy mindannyian súlyos felelősséggel tartozunk a kialakult helyzetért, a rendszerváltáskor nagyon sok minden félrement, elengedtük a kezét a szélesebb közönségüknek, akiknek pedig lelki igénye lenne a kultúrára, és láthatóan fuldokolnak ettől a hiánytól, még ha már nem is tudják, és hogy erre van szükségük. Ezek a te szavaid. És ezt érdemes majd megkeresnetek ezt a Népszavás interjút Istvánnal. És ebben az interjúban szerintem, ja, beszélsz erről a kötetről is, hogy József Attila összes nagy versét átírtad, és a tervezett könyv majd együtt közli József Attila verseit a tieddel. Ez nem így van ebben a kötetben. De mégis van egy ilyen
egy olyan élményem, mint amikor, ez pont amikor ide leültünk, és észrevette Isten, hogy a Cserépfalvi kötet van nálam, van más József Attila kötetem, és mégis ezt szerettem a legjobban. Azért, mert azt hiszem, hogy ez a kötet megőrizte az eredeti köteteknek a koncepcióját, a sorrendjét. És hogy nem véletlen, hogy egy költő milyen sorrendben rakja össze a verseit, vagy hogyan, vagy időrendben, vagy valamilyen koncepció szerint. És itt is ebben a kötetben ez kulcsfontosságú. Azért mondtam, hogy az elejétől a végéig érdemes olvasni. És ilyen ügyekről van itt szó, hogy mit jelent a mi felelősségünk a kialakult helyzetért, azért, ami itten van, már mint Magyarországon. És te érzed ezt a felelősséget most is, vagy már úgy gondolod, hogy már megúsztad, megcsináltad a kötetet, kész, most már az ügy el van intézve? Senki nem nyugodhat meg, folyamatosan írok tovább. Igen. Igen. De ez persze nem a felelősség. Igen, tehát, hogy szoktam hallani, hogy ez miért hibás, az az ember miért hibás, ezért csak én nem vagyok hibás. Mindannyian valamilyen módon hibásak vagyunk. Attól még persze vannak főbűnösök, a Dante poklában is csak 3 embert rágcsál az ördög, de egyéb rétegekben is vannak. Szóval saját magunkban is kell keresni a hibát, vagy azokban a trendekben, amelyekkel együtt mozogtunk például. Volt úgy, hogy jobb érzésem ellenére elfogadtam, most nem tudom, ez nagyon politikai, hogy a négy igenes népszavazásban a közvetlen köztársasági elnök jelölt, és akkor az akkori szabaddemokratáknak az volt, hogy ne az legyen, és szerintem főleg azért, mert féltek, hogy különben meg lesz választva a Posgai, és akkor mi lett volna? Tehát a demokrácia az ilyen, hogy megválasztott. Tehát, hogy most bezzeg, milyen jól jönne, ha lenne egy közvetlen elnökválasztás. És azt gondolom, hogy tehát, hogy akkor igazából én akkor is azt gondoltam, tehát, hogy jó, akkor ez most a trend, vagy nem tudom. Hát sose kell más csinálni, mint amit gondolunk. Amit a lelkiismeretünk sugallat, hogy én hát igen. Így mondom. Van egy Apás szülés című vers, imádom. Tehát én nem szültem meg semmi ilyesmi, de hogy te itt felolvasnád ezt a verset? Mondd az oldalt, hogy... 86. oldalon. 86. Apás szülés. Apává tettél. Hiába lassított 30 rossz éven át, hogy nem élsz. A születésemnél apám nem volt ott, és most annyira furcsa az egész, hogy ott állhattam a szülőszobában, a körülmények meg ne folytsanak, félálomban, hajnal felé vigyáztam, de nem jött el az a pillanat, hogy megszüles, 3 éjszakán át se. Azt hittem, tán megtorpan a világ, aztán, hogy mi hárman vagyunk a hőse, az öröm mindig titkos és privát. De negyed napra mégis megszülettél, én vághattam el a köldögzsinort, bár szégyeltem, hogy nem élhetsz örökké, a halandóság ott még messzi volt, lemosdattak és az anyádhoz vittek, én sírtam akkor és ő nevetett, rám szegeződött egy vidám tekintet, nem terveztem az apa szerepet, csak úgy csináltam ösztönös hibásan, sajnos néha túlérzékeny vagyok, vagy túl puha, és épp a rossz irányban, zuhognak rám a mocskos hónapok. Utána itt van pár másik vers, amiben ilyen mondatokat is olvashatunk, hogy nem dolgozni akarok, meg hasonlók. Tehát, hogy nagyon finom humor az, amit én érzékeltem ebben a kötetben, és azért nem, tehát nem paródiák, nincs paródia ebbe a kötetbe. És ez egy igazából magas labda lett volna paródiát írni valamelyik József Attila versből, és azzal dolgozni, de itt valami teljesen más dolog történik, ez a Se háború, se béke című vers. Közben figyelek, hogy nem tudom, mennyi időnk van, még egy
Még egy kicsi időnk van, igaz, a kötet bemutatóból, remélem. És ez is olyan, amit nagyon szeretném, hogyha felolvasnám, mert nekem ez is nagyon tetszett, 94. Ez egyébként a nyitó vers, olyan értem, hogy ezt írtam először. Tulajdonképpen ez volt lehet az első átiratom is. Kint voltam Amerikában, a Yadu nevű alkotóházban, ahol mindennel nagyon jól el voltunk látva, meg külön könyvtár volt, meg én abban a szobában laktam, ahol Ted Hughes, meg Sylvia Plath is lakott 3 hónapig. Ugyanabban az ágyban aludtam, mint Sylvia Plath, ezt korábbi kötetben már meg is írtam, hogy egy ágyban aludtam Sylvia Plath-szal. Csak nem mondom, hogy pont Sylvia Plath verseket fordítok. Tényleg? Na hát én még már egy ágyban aludtam vele, bocsi. Hát megint szegény Tibor, mindig überelni akarom. Ez tényleg ez a kóros hiúság, ez nagyon kínos dolog. Igen. Szóval, és vittem persze magyar nyelvű könyvet, tehát hogy volt egy külön könyvtárszoba, ahol az ott született művek, vagy az ott dolgozó szerző könyvei, de hát ez mind angolul volt. Vittem magammal egy amerikai költők antológiáját magyarul, de egyszer csak rájöttem, hogy egy valami iránt nagyon nagy honvágyam van, az a magyar irodalom, vagy a magyar költészet. Akkor még nem volt internet, vagy éppen valaki mutatta nekem, hogy a számítógépen most beír valamit, és akkor Los Angelesbe válaszol a barátja, és akkor így csodálkoztam, hogy hát ez milyen érdekes. Szóval, hogy nem tudtam egyszerűen az interneten megkeresni a magyar verseket, és akkor a nagyon fájt, azt úgy, azt talán még most is el tudom kívülről mondani, és akkor úgy elkezdtem, tehát, hogy a honvágy indította ezt, hogy nem elég, hogy el tudom mondani, hanem ennél jobban bele kell kapjak, mint egy pióca, vagy mint nem tudom mi, tehát, hogy a honvágy a magyar irodalom után okozta ezt a verset, és ez indította el ezt a lavinát, ami például ehhez a kötethez is vezethet. Se háború, se béke. A kívül-belül leselkedő világ elől, mint alagút beomló vége, elzár a bőr, a lecsukott szem, a halál és vidéke. Csupa elhagyott ház, ha szétnézel, itt nincs se háború, se béke, gyomhintázik az ablakban, kígyó a nyugágyban, pár méter a világ vége. A halál végez mindent, ő fűt a kályhában, emlékszel még valami emlékre egyáltalában? Gyakorold a feltámadást, ameddig nem késő, ez a halál lesz az utolsó, az élet meg a végső. A feltámadást gyakorolod, néha egész jól megy, mert sarkadban jár egy szép nő, ha megfordulsz persze senki, de megérinti a karod, két szó közül a középső, így vagy mindennel. A halál csak haladék, jó alkalom a feltámadásra, ahogy a folyó vált néha medret, másfelé mész, hogy ezt a szégyent senki ne lássa, ne lássák azt, hogy vagy, és az se, mikor már nem, mert bátran haladjáva, ne lássanak bátornak, ne lássák, ahogy megérkezel a túlvilágra. Mit kezdhetnek azzal, kinek másik létbe ér a lába? Ne kapjon rajta senki, ahogy röhögsz a vizen járva. Ti halak, ott a lábak alatt, ha átjár majd a dárda, kövessétek a gazdátokat egy úszhatóbb világba. Ti férfiak, ha más nem marad, mint nők karja, öle, lába, mint létráról potyogjatok a megnyíló halálba, nem haltok meg, ne féljetek, mindennek megvan az ára, egy kevés pénzt, ha letesztek, már mehettek szobára. A szoba üres, lakatlan, de ring az eltűnt kígyó nyugágya, minden nő megszül majd titeket, minden férfi az apátok, értitek-e a kezdetet? A halált akarjátok? Befejezzük itt, vagy még egy kicsit beszélgessünk. Nem tudom, talán csak azért tapsoltak, hogy tetszett a vers, nem azért, hogy hagyjuk abba. Szerintem is. Hogy hagyjuk abba, azért volt a tapsolat. Mit? Gondolkodjatok, hogy van-e valakinek kérdése, addig még egy picit
hogy mondjuk, még egy csomó minden van, amiről itt lehetne ennek a kötet kapcsán, vagy érdemes lenne beszélni arról a humorról, amit az előbb elkezdtem így, az új oltásfékhez, hogy az milyen aktuális vers, hogy a Versbeszél című versben ez a strófa, hogy más költők, egy néhányan vannak, kiknek kezéről ellopok egy-két varázsgyűrűt magamnak, nektek meg a csillagok, pont azon megy tovább, maradnak drága könyanánt. És hogy én szoktam beszélni arról, meg hát nem én találtam ezt ki, hogy az irodalom az egy olyan fantasztikus dolog, amit én úgy fogalmazok meg magamnak, hogy a nagy párbeszéd. És hogy olyan csodálatos emberekkel lehet beszélgetni, akár a világirodalomban, mint Edgar Allan Poe, meg Borges, meg nem tudom. És hogy miközben ezt a kötetet olvastam, így elgondolkodtam, hogy persze a magyar költészet, a magyar irodalom is egy ilyen nagy párbeszéd, csak az valahogy úgy van, főleg most, amikor mondtad ezt az amerikai élményt, miközben Sylvia Plath ágyában ott fetregtél, ez így eszedbe jutott. Egy kicsit irigyellek azért, de nem nagyon. De nyugodtan, mert jó volt. Jó. Azon, hogy én is irigylem az akkori magamat. Tehát. De hogy a magyar költészet, meg a magyar irodalom az meg olyan, mint tudod, a családunk, hogy a világirodalom az jó nagy, és akkor ott azért úgy azok a barátaink, azokat úgy megválogathatjuk, de a családunk az meg adott, szóval az a miénk, azzal jövünk, azzal az anyaggal, és hogyha van benne egy ilyen költő, mint József Attila, akinek nagyon fáj, és utána mindenkinek nagyon kell, hogy fájjon, az összes költőnek, minden, és egy idő után már elkezd ez idegesíteni, hogy ekkora hisztit, masszus, mindenkinek minden nagyon fáj, és nyilván mindenkinek volt olyan, hogy nem szerette eléggé az anyukája, vagy az apukája, vagy valaki, tehát a családba, akit szerette volna, hogy szeresse. És engem ez volt az, ami kilökött abból a, hogy mondjam, József Attila kultuszból, meg József Attila költészetének, világának a szeretetéből, annó, sok évvel ezelőtt, és aztán most itt vagyok egy ilyen Vörös István kötettel, és olvasom otthon a kanapén, és elolvastam ezt a verset, amit az előbb felolvastál, és akkor úgy becsuktam a kötetet, elmentem a kutyámmal sétálni egyet, lehet, hogy így rosszul gondolkodtam én erről a József Attiláról. De például az nagyon tetszett, amikor a Szimbád hazamegyben, a Márai kötetében jön a Kródi, illetve Szimbád Pestre át Budáról, és akkor a versmondónak mondja, hogy mondja el nekem egy verset, míg odaérünk a kávéházba. Emlékszel erre a jelenetre? És akkor mondja, hogy jó, elmondom a gondolatok a könyvtárban, Szimbád úr. Nem, valami mait mondj, valami modernet. Szimbád úr, nem lehetne mégis inkább a gondolatok a könyvtárban? Ha van ez az Attila, hallottam, hogy van ez az Attila, akit nagyon szeretnek Pestem. És nem így, de hogy van ez az Attila. Mindenképpen a gondolatok a könyvtárban szeretném elmondani, mondja a vers, hogy na, mondjál. És akkor azt elmondja azt a két sort a könyvben, emlékszel erre, hogy hosszú az Úristen, rövid a szalonna. Ez egy József Attila versor. És akkor erre azt mondja Szimbád, azaz Kródi, azaz Márai Sándor, mert hogy hát vannak ilyen átiratok, hogy nagyon szép, és azért tetszik, mert magyar. Mert van benne szalonna is, meg Isten is. Igen. Hát, ez de most nem tudom, hogy ezen terveztem. De mindenképpen jó. Én már nem emlékeztem erre a jelenetre, de nagyon szerintem ide passzol abszolút. És hogy ilyen átiratokkal azért úgy teli vagyunk. Tehát, hogy ezek a hogyan megyünk át egyik szerzőből a másikba, hogy ez a családon belüli, hogy mondjam, egymásra reflektálás különböző féleképpen, ebből azért van több a magyar költészetben, és ez arról szól, hogy hogyan olvassuk egymást, hogyan olvassuk akár egy klasszikust újra, úgyhogy nagyon érdekes, és tényleg, hogy ez azért is meséltem el, hogy az én József Attila képemet is befolyásolta, nem csak a Vörös István képemet ez a kötet,
Úgyhogy elérted nálam legalábbis elérted a célodat, amit mondtál. Valakinek, ja, és még egy utolsó, hogy van a fejen álló szonett, sőt, két utolsó dolog, ha még belefér gyorsan, bocsánat. A fejen álló szonettben van egy ilyen 1937-2019-es datálás, ott azért így nagyon átmegyünk egyikből a másikba. Hát igen, azt kénytelen voltam, ugye végülis nem mindenhol tartottam meg, engem nagyon érdekel, hogy ki mikor írja a verseit, ez nekem nagyon fontos, és saját magamnak én is mindig odaírom napra pontosan, meg hely szerint is, itt többnyire csak egy-két helyen évet adtam meg, illetve kihúztam fokozatosan a meglevőket, de ugye ez érdekes, de itt például mindenképpen meg kellett hagyni, itt ez hányadik oldalon van? Ja, most a közben egy pillanatig láttam, de tovább lapoztam. Igen, megvan. Ugye itt az van, hogy egy József Attila töredéket írok tovább, tehát hogy itt nincs mese, ezt a verset 1937-ben, valószínűleg 37-ben írta a töredéket, ugye ez a költő szerelme szalmaláng, azért oly sebes és falánk. Ezt egyszerűen tovább pörgettem szonetté, ehhez még bele kellett egy szótagot tenni, hogy kijöjjön a ritmus. És aztán azért fejen álló, mert először vannak a tercinák, és utána az oktávák. Tehát, hogy csak ennyiben nekem áll. Ez nagyon tetszett, én ezt meg fogom próbálni, ezt a formát egyébként, ez tök jó. Miért ne csinálhatnánk így, bármit lehet? Igen, és még lehet nagyítani is a szonettet, tehát, hogy arányosan. Na mindegy, ez egy másik anyagban, őszintén szólva, 17-ben, amikor állandóan szonetteket írtam, és akkor volt ez a két szonetkoszorú is, akkor volt az, hogy minden Mallarmé vers témájára írtam egy szonettet. Azok a Mallarmé szonettek címen egy-kettő megjelent, de aztán már újabb verseket írtam, és na mindegy. Tehát, hogy majd annak a bemutatóján megbeszél, mert ott már annyira untam a végül is a szonett, nem az, hogy untam, hanem annyira úgy éreztem, hogy kell vele valamit csinálni, hogy elkezdtem nagyítani, tehát arányosan fújtam föl, és ugye a szonettet is lehet szabályon belül is csökkenteni, meg fölfújni ugye a szótagszámmal. Tehát, hogyha 12-13 szótagos sorok vannak, az egész más, mint hogyha 8 szótagos az összes sor. Ugye egy átlagos szonett gyakran 12-13, ugye Bertók László szonettjei például 8 szótagosak, tehát, hogy ő ott eleve levágta, csak a kétharmad van meg, hogyha 12 és 8 arányát veszük. De ez még a legitim felfújása és leeresztése a szonetnek, de hogyha már sorszámokkal kezdünk variálni, azt is lehet. Na mindegy. Fejen álló szonett. A költő szerelme szalmalánk, hát ezért oly sebes és falánk, míg ég össze-vissza ránk. A költő közönye szalmabáb, a titkát nem adhatja tovább, ha kimondja bárgyuság. A költő beszéde sűrítés, és elhagyott hangzó hosszúság, hitetlenség térítés, hitfelől megélt világ. A költő iszonya már gyönyör, szórakoztat is, de meggyötör. A költő öröme pizzaszósz, kellenek még más hozzávalók. Az utolsó vers ebben a kötetben egy ilyen történetzáró vers, még hogyan halhatott volna meg József Attila, és hogyha nem veszed túl nagy sértésnek, akkor mit szólnál, ha úgy olvasnánk fel, hogy egyet én egyet te? Jó, szuper. Jó? És akkor elkezdem én, és akkor ezzel zárnánk ezt a kötetben mutatót, hogyha esetleg van valakinek kérdése, az most jelezze, hogy hallgasson örökre. Nem? Jó, akkor majd utána lehet az Istvánnak a kötetét megvenni, dedikáltatni. Nagyszerű dolog, amíg él egy költő, akkor alá tudja írni a verses kötetét, itt van, fel tudja olvasni, úgyhogy érdemes ezzel élni. Szóval még hogyan hallhatott volna meg József Attila, és nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést, hogy felkértél erre a
hálátlan szerepet. Én köszönöm, hogy ilyen jól megvalósítottad ezt a valóban hálátlan szerepet. Még nincs vége. Oké, és köszönöm, hogy eljöttek. Vagy hogyan nem, Flóra Szárszom nem táviratozott, csak fölbukkant, magával hozva a novemberi napsütés vízszintes fényét és a szabad ötletek jegyzékét, amit a kertben szerelmük jelképeként elégettek. A hamut Attila elásta egy bokor alá, ehhez ragaszkodott, és közben ez a sor formálódott fejében, íme, hát megleltem hazámat. Második lehetőség. Budapest ostroma. A pincébe nem nagyon akart lemenni, de nem is érte találat a házat. Megpofozott egy nyilast, de végül ők kértek bocsánatot tőle, senki nem értette miért. A Magyar Csillag szerkesztője volt már, na de akkor is. Éjjenezve fogadta a szovjetek érkezését, a kisnyilas házmester vállon veregette és rákacsintott. Harmadik lehetőség, akkor így olvassuk. A tisztviselő. Mint kommunista szimpatizáns, állást kap Rajk belügyminisztériumában. Egyszer az asztalán találják a következő verset. Rákosi. Ő nem magyar, de kelta már, a jóságból rég szerep lett. Hé, emberek, én nem felejtek, pedig nem is vagyok tanár. És azt hiszem, hogy ő nem hagyta, most verset írni se jut időm, de röhögök a rengeteg hívőn, ha bokáját előtte összecsapja. A jó embereket hiába várja vádsz, mindannyian látjuk, hogy mit csinálsz, börtönbe juttatod az ártatlanokat. Befonod az országot, gonosz pók. Téged nem jósolt meg a horoszkóp. Most miért nincs bennem semmi indulat? Próbáltam. Igen, a színészi teljesítménnyel is még hozzá lehet tenni, ez így van. Negyedik. Forradalom. Csak 1956 nyarán szabadult. A forradalom alatt a háborús házmestere kezében most is puskával meglátta, ez ávós, kiabálta Attilára mutogatva, egy közelben álló 15 éves legényke azonnal rájuk lőtt, talán véletlenül, talán szándékosan a házmester találta el. Ötödik. József Attila 60 éves. A rehabilitációja a 60. születésnapjára rendezett ünnepségekkel lett teljes. Mivel 9 évvel korábban győzött a forradalom, méltatói elsősorban istenes verseinek jelentőségét hangsúlyozza, egyedül a kopasz, rövid, ősz szakát viselő Radnóti emelte ki forradalmiságát az alkalomra írott 17. eklógában. 68. Az egyetemisták elfoglalták a Pázmány Péter Tudományegyetem épületét. József Attilát, aki a Balatonfüredi szanatóriumban tartózkodott, küldöttség látogatta meg. Szegeden Horger Antali helyett a nagybeteg költő nevét adták a bölcsészkarnak. A forradalmi diákújság leközölte a régóta nem író mester egy kiadatlan versét. Íme hát elvesztem hazámat, a zöldet, ahol lehetek, még én is szellemi kínálat, s nem életemben eltemet. A zöld befogad, mint az álom, mely szexfilmhez hasonlatos, tudatalattim szublimálom, hol néma, hol nagyon zajos. Egyedül voltam én örökké, és elmentek tőlem sokan. Így hult az élet vérrögökké, az aortámban annyi van. Nem éltem, ám voltam hiába, megröngenezhetem magam, hogy a bajt meglássam kizárva, a hosszú élet hasztalan. Túl sokat éltem végveszélyben, és túl keveset csendesen, nagy veszteség, hogy nem beszéltem, csak a vers beszélt én velem. A vers beszélt belőlem késve, a szép szó, meg az új világ, és úgy néznek rám, mint a késre, mely mindenki mást összevág. Szép a grimasz, és szép a ránc is, de szebb a sikoly,
hogyha félsz attól, ki lakhelyet, kabátot egyedül magának remél. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Nagyon, nagyon szépen köszönöm!